Nézd, mit találtam, Gergő. Egy korabeli kitűzőt. Ez valamelyik tudósnak volt a mellé rátűzve. Ciri betűkével rá, hogy LE85 ZRG JG44SO. Hát sokat nem mond, de ezt visszük hozzá erekének. Na, annyi. Gergő, megérkeztünk álmaink célpontjához. Jól mondom? Igen. Itt vagyunk a Burán hangárban, az űrhajó hangárban, a sivatag kellős közepén 40 km-re a strádától. Itt van két orosz srác, akik már előttünk itt voltak. Most jönnek éppen le az emeletre. Most mi most megyünk föl. És hogy elég komoly ez a hang. Igen, megnézzük. Egyszerűen nem hiszem el, hogy itt csillezünk egy egykori szupertitikus űrhajó hangár tetején, a sztyeppek közepén 40 km-re. Rendőrautó ott állt kint a hangár előtt, mi meg itt mászkálunk benne az űrhajó meg a liftek mellett, tehát egyszerűen hihetetlen, nem? De így van, és itt is aludtunk, ez a durva. Kerestünk egy kis szobát, és ott lecsilleztünk így hajnalban, amikor megérkeztünk, igaz? Ja. Nagyon fáj a lábunk és a vállunk. Kicsit jól tett a vállaimnak. Figyelj csak, fel kéne mondani tetőre a dolgainkat majd. Én jobban örülnék annak, hogy ide biztos nem fognak kijönni. Abba soha az életben nem jönnek fel. Hallod, Gergő? Jó, hozzuk fel. Jó. Lemegyünk a cuccainkért és felhozzuk a tetőre. Biztonságosabb. Ugyanis, ha megy, jó, ha megy. Valami.
когда делай душу, нам с тобой давно не нравится. Давай залетим к тебе в дом, перевернем все вверх дном. Крики, истерики, ревность оставь на потом. Ну чё ты меня снова бесишь? Ну чё ты с вопросами лезешь?